Én azt gondolom, hogy a szegénység és az egyszerűség fogalmát rosszul értelmezik, rosszul használják a Föld nevű bolygón. Szerintem teljesen másfajta vonatkozásban. Kellene megvizsgálni ezeket a szavakat és állapotokat, mint ahogyan megjelennek az anyagelvű világunkban. Én nagyon sajnálom azt, hogy ilyen erős anyagelvűség van a Földön, és hogy még mindig az anyag az Úr. És persze beszélhetünk itt a pénzrendszerről, ami nagyon erősen megkeseríti az emberek életét, hiszen hierarchiát generál, és ellentéteket szül. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy maga a pénzrendszer, mint olyan, sajnos az elidegenítés eszköze, Látjuk, hogy micsoda harcok, viták, veszekedések, háborúk működnek, dúlnak eme hibás kód által. Hiszen azt gondolom, sőt az a tapasztalatom, hogy rengeteg hibás kód van ezen a bolygón, és a legtöbb esetben, az embereket, vagy a különböző lelkeket az anyagi körülmények által különböztetik meg. Ahogy mondtam, sajnos az anyag, mint olyan, nagyon erősen dominál, a külsőség, a látszat, és valahogyan még 2023-ra sem jutottunk el oda, hogy az önvaló legyen a fő, a szellemiség és a lélek. Igen, azt szokták mondani, hogy egy lelketlen világban élünk. Egy olyan világban, ahol a lélek, az önvaló, az önazonosság, az igazi valódiság nem számít. Csak az, hogy az ember, mint olyan, hogyan tud külsőségekben gyarapodni, mi az, amit kívül meg tud mutatni. És persze, megint csak beszélni kell a pénzrendszerről, hiszen nekem az a tapasztalatom gyerekkorom óta, hogy sajnos a pénz megléte, vagy a pénz hiánya nagyon erős, Jelenségeket, ugyanakkor helyzeteket generál, illetve hát az emberek ezen jelenségek által, vagy a pénz használat által. És sokszor elmondtam azt, hogy én abban látom a megoldást, hogy a pénzrendszert, mint olyat, totálisan meg kellene szüntetni. Talán akkor tudnának az emberek még inkább a lélek felé fordulni, és akkor vennék észre mindennek a lelki oldalát, és talán akkor többet foglalkoznánk egymás érzéseivel, érzelmeivel, azzal, hogy igazából ki hogyan van jelen, hogy kinek milyen fájdalmai, sérülései vannak, hogy mennyire viszontagságos korszakot élünk, hogy az emberek jó része már nem csak anyagilag nem tud megélni, vagy éppen alig, hanem igazából lelkileg sem. Én azért hoztam létre 2008-ban a Demály Békés magazint és programot, hogy mindennek a lelki oldalát nézzem, figyeljem, hogy megpróbáljak valami jót, tisztaságot, és erkölcsösséget adni, hogy felhívjam a figyelmet, hogy igenis, mindennek van lelki oldala, és nem csak a külső látszatot, a álló dolgokat, körülményeket kellene vizsgálni, szemügyre venni, sőt, hanem minden mögé kell látni, nagyon erősen kell kutatni, kíváncsinak kell lenni. És igazából ez nem csak az emberekkel kapcsolatos, hanem mindennel, ami a Földön megjelenik. Nagyon sok tételt adtam át, több ezernyi tételt vázoltam föl. 15 év során én azt gondolom, hogy azért valamilyen szempontból meg tudtam azt mutatni, hogy igenis mindennek van egy magasabb rendű mintája, mintázata, lelki oldala, hogy a szellemi bergek tulajdonképpen miről szólnak, mit tartalmaznak, hogy mennyire csodálatos ez a világ, mennyire sokszínű, sokrétű és gazdag, és hogy az anyag, mint olyan, mennyire erősen becsap bennünket, illúziókat generál. Éppen ezért, ahogy én mondtam, én azt gondolom, hogy a szegénység fogalmát nagyon rosszul, hibásan használják a Földön. Persze jó kérdés, hogy csak a földön -e? Ez most a poén része. Kérdezzük meg azt, hogy mondjuk más bolygókon a különböző élőlények hogyan használják ezt a szót. Most lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy csak a Földön van élet, és csak itt alakultak ki ilyen helyzetek viszonyok, meg maga a társadalom. Persze jó kérdés, hogy a mai világban társadalomról társaságokról, társas közösségekről, együttlétekről, vagy akár társról, mint olyanról beszélhetünk-e? Nekem az a válaszom, hogy nem igazán. Nyilván, hogy mindenki tudja, látja azt, hogy mennyire felbomlottak ezek a közegek. Nagyon sok magányos ember van, nagyon sok kitaszított lélek, hiszen nem mindenki ért egyet sem a pénzrendszerrel, sem azzal, hogy ilyen nagyon erős anyagelvűségnek kellene működnie, hát többek között én sem. Én már nem paktálok le úgymond az anyaggal, nagyon régóta nem. Nem istenítem, és igazából azt is mondhatnám, hogy bizalmat sem szavazok számára. Én mindig a szellemi oldalt erősítettem. És azt szeretném elmondani, megmutatni, hogy a szférában, közegben mennyi szellemi kincs, mennyi csodálatos ajándék található, és hogyha az ember innen merít, akkor nem fogja magát szegénynek és kitaszítottnak érezni. Miképpen tudom nagyon jól, hogy sajnos az anyagilag úgymond szegény embereket, Szinte mindenhonnan kitaszítják, elutasítják, száműzik, megbüntetik, bántalmazzák, vagy akár megismerik. Jó kérdés, hogy miért. Ezen nagyon-nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy miért van az, hogy nagyon sokan például bántalmazzák azokat az embereket, akik nem tudnak annyi anyagi dolgot magukhoz venni, vagy nem is akarnak. És persze beszélni kell, azt gondolom, hogy a hajléktalanokról is. Akiket én igazából nagyon tisztelek, és nagyon mély alázattal vagyok feléjük, mert ők valami olyan dolgot mutatnak meg, ami egészen rendkívüli. Én azt gondolom, hogy minden esetben segíteni kell. Amikor ilyen témákról beszélek, vagy egy ilyen jelenséggel találkozom bennem, rögtön az fogalmazódik meg, hogy, hogy nekem ezekkel a jelenségekkel bizony dolgom van. És ahogy én mondtam, fel kell mutatnom egy teljesen másfajta oldalt, és el kell azt mondanom, hogy az anyagi úgymond szegénység, vagy az egyszerűség egyáltalán nem rossz dolog, sőt, ugyanakkor szerintem nagyon fontos a lélekfejlődés kapcsán, amiről ma szeretnék részletesen beszélni, és szeretném azokat az embereket támogatni, szeretni és elfogadni, akik nagyon nehezen élnek anyagilag, akik nagyon rossz lelki állapotban vannak pont ezért, vagy akik egyáltalán nem akarnak beállni a sorba, és nem akarnak nagyzolni, nem akarnak kívül olyan sok mindent megmutatni, vagy áramoltatni. Én egy olyan kategóriába tartozok, amiről az előbb beszéltem, ami azt jelenti, hogy én is fokozatosan megváltam ettől az úgynevezett mintától. Fokozatosan hátrahagytam, hát szerintem azért mondhatjuk azt, hogy valamilyen szempontból az egót is, ami azt is jelentette, hogy nagyon sok mindentől kellett megválnom, ami a látszatról, a külsőségről szólt. De nekem ez jót tett. A korábbi előadások kapcsán elmondtam, hogy az alázat megtanulása, elsajátítása, gyakorlása mennyire fontos, mennyire fontos lenne, hogy mindenki eljusson egy ilyen szintre, és hogy úgy tekintsünk az életünkre, hogy azért kaptuk a jándékba, azért öltöttünk testet, hogy alázatosabb, humánusabb lények legyünk. Persze tudom nagyon jól, hogy nem mindenkinek ez a célja, főleg nem azoknak az embereknek, akik harácsolnak és rengeteg mindent bekebeleznek. Szerintem ez soha nem jó. Én az önvaló kincsestárát próbáltam feltárni az elmúlt időszak során. Ez az 1028. felvétel, hogyha jól számolok. Emellett írtam több mint ezernyi cikket rengeteg elemzést, különböző interjúkat és beszámolókat, tanulmányokat, amelyek által igen azt próbáltam fellelni, hogy mi van a Földön, hogy hogyan működnek az itteni viszonyok, az emberek, milyen fogalmak léteznek, hogy ezeket hogyan használják jól vagy helytelenül. Én a szegénység fogalmát igazából másra használom, vagy igazából nem is használom. Én nem gondolom azt, hogy egy ember, aki nem rendelkezik annyi anyagi dologgal, szegény lenne, sőt, biztos, hogy nem. Én azt gondolom, például, hogy egy hajléktalan ember is lehet nagyon gazdag ember, és tiszteletre méltó, mert lehet, hogy az önvalójában, a felettesényében rengeteg kincs tárolódik, és itt nem csak a tudásról kell beszélni, hanem a különböző ismeretekről, információkról, emlékekről, lenyomatokról, a szeretetről magáról, hiszen én azt gondolom, hogyha az ember, mint olyan egy szerető lény, és szereti a világot, és rajta is benne mindenkit, és a létezést, akkor ő már nagyon gazdag. És akkor is nagyon gazdag emberek vagyunk, szerintem, hogyha a szeretet energetikáját, mint olyat, nagyon hatékonyan tudjuk működtetni, áramoltatni, soha nem csüggedünk, vagy ha igen, akkor mindig felállunk, és hittel. Dolgozzunk tovább, és másoknak is hitet tudunk adni. Szerintem az a leggazdagabb ember, aki nagyon erős hittel él, és aki az isteni mintából, millióból táplálkozik, hiszen Isten, vagy ez a rendszer, a nagy egyetemesség tele van csodálatos, pozitív energiával, szellemi tételekkel, amelyek valódi igazi gazdagságot adhatnak, és ami által az ember szerintem hely tud állni a földi létezés kapcsán. Fontos, hogy mindig alázatosak, szerények és tisztelettudók legyünk. És én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy tiszteljünk másokat. Hogy soha ne hazudtójuk meg azt a vállalást, amit aláírtunk hogy mindig álljunk ki az igazunkért, hogy egy olyan mintát képviseljünk, ami tiszta, ami őszinte, és ami szerintem örök. Viszont tudjuk nagyon jól, hogy a mai Kali júgában mennyire nehéz részt venni, hogy mennyi embernek van gondja például a pénzszerzése. Tudjuk azt, hogy Működik a másik oldal, akik nagyon sok mindent elvesznek, elszívnak a gyengébbektől. Ezt le is írták már több ezer évvel ezelőtt, hogy sajnos ilyen világban fogunk élni, kihasználják az emberek gyengeségeit, mindent bekebeleznek, és most nagyon furcsán fogok fogalmazni, de remélem, hogy mindenki érteni fogja azt, hogy mire gondolok. Sajnos nagyon sok embert hagynak az útszélén, pedig azt ígérték, hogy ezt nem fogják megtenni. De én azt látom, hogy ennek pont az ellenkezője érvényesül, vagyis az, hogy nagyon-nagyon sok embert hagynak egyedül, nehéz körülmények között, anyagi és lelki gondokkal, mert ahogy mondtam, nem csak azzal kellene foglalkozni, hogy ezt a mai világot, korszakot hogyan éljük túl anyagilag, körülmények által, külsőségekben, hanem hogy lelkileg, érzelmileg, szellemileg, közérzetileg, hogyan vagyunk jelen, hogyan tudjuk magunkat átörökíteni egyik napról a másikra, hogy kinek milyen sérelmei, fájdalmai, csalódásai vannak, hogy mennyi emberrel nem foglalkoznak, hogy mennyi embere nem nyitják rá az ajtót, és mennyien mennek el innen úgy, vagyis halnak meg, hogy teljesen remény vesztve, kilátástalanul, és talán mindent föladva. Nagyon szeretnék segíteni, nagyon szeretnék hatalmas hitet adni mindenkinek az előadásokkal, a felvételekkel, a cikkekkel, mindennel, amit az elmúlt 15 év során létrehoztam és átadtam, teljesen önzetlenül. Én hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akik pontosan azért jöttek ide, hogy ilyen tételek által megpróbáljanak segíteni. Nagyon fontos a beszéd, a beszélgetés, a szó. Hogy mindig mondjuk el azt, hogy milyen gondok vannak a világban, és ugyanakkor persze próbáljunk megoldásokat találni. Tudom, hogy nem lehet mindent megoldani. Sajnos. Tudom, hogy ezekkel a felvételekkel nem lesz kevesebb sajnos az éhezés, bár milyen jó lenne, ha egy-egy ilyen felvétel által nagyon-nagyon sok ember kerülhetne méltóbb körülmények közé. Hiszen tudjuk nagyon jól azt is, hogy nagyon sok olyan helyzet van a Földön, olyan szituációk, olyan állapotok, amelyek által nagyon méltatlan helyzetekbe kerülhetünk, nagyon méltatlan állapotokat élünk át. Az anyag dominálása miatt. Persze mondhatjuk azt, hogy az anyag, mint olyan önmagában nem lehet hibás. Hiszen az anyag egy élettelen aspektus, az emberek szemléletén kellene nagyon erősen változtatni, de azt is tudom, hogy szemléletváltást, magváltást, igazából mindenki csak saját magával kapcsolatban, saját maga által eszközölhet önmagán. Én nem tudok megváltani más embereket, persze jó kérdés, hogy ez így van-e, vagy nem. Fejlődni sem tudok mások helyett. Én csak el tudom azt mondani, hogy milyen lehetőségek lehetnek arra nézve, hogy egy sokkal békésebb, kiegyensúlyozottabb világot alakítsunk ki, amire már nagyon régóta vágyunk, és amiért tulajdonképpen nagyon sokan nagyon régóta küzdünk vagy küzdenek. Mert hát igen, nagyon-nagyon sok olyan emberről kell beszélni, aki szeretne itt valamit megváltani. Szeretnék azt, hogyha például nem az anyagi dolgok dominálnának, ha nem ez alapján kategorizálnak az embereket, és ha nem csak arra lennének kíváncsiak, hogy mondjuk nekem mennyi papírdarab van a pénztárcámban, hanem arra, hogy mondjuk az én önvalom mit rejt, milyen szellemi kincseket, amelyek nagyon fontosak, és amelyek szerintem kisegíthetnek, átsegíthetnek bennünket. Tehát nagyon mondtam, szerintem igen, a szegénység fogalmát nagyon rosszul, helytelenül használják a Föld nevű bolygón, de akkor az egyszerűséget is. Én nagyon-nagyon szeretem az egyszerűséget. Sőt, szeretem azt is, hogyha valaki egyszerűbb, és talán azt is, sőt, biztos, hogyha valaki, vagy valami puritánabb. Én az egyszerűségben, Felleltem Istent, az isteni milliót, fantasztikus, pozitív energiákat, nagyon-nagyon csodálatos érzéseket. Persze meg kell vizsgálni ezeket a szavakat is, és ahogyan mondtam, ma azt szeretném főleg föltárni, hogy a lélek fejlődéshez miképpen társul hozzá mindaz, amiről eddig beszéltem, hogy a lélekfejlődés kapcsán mennyire fontosak ezek az állapotok. Én azt gondolom, hogy úgymond szerénység, egyszerűség, puritán állapotok, vagy szegénység, mint olyan nem véletlenül fogalmazódik meg. Persze, ahogy mondtam, ezeket az aspektusokat több oldalról is meg kell vizsgálni, de én most egy olyan oldalt szeretnék választani, ami által tudatosabbak lehetünk, ami által talán tudok hitet adni, és el tudom azt mondani, hogy senki ne legyen csügget, hogy ne gondolják azt saját magukról az emberek, hogy azért rosszak, mert anyagilag nem birtokolnak annyi mindent. Szeretném azt elmondani, hogy ezeket az állapotokat hogyan lehet kamatoztatni, hogyan lehet minden nehézséget a saját javunkra fordítani, formálni. Mert ha mindenre így tekintünk, akkor könnyebben át tudjuk vészelni ezeket a korszakokat. Ha elmondom azt, hogy a nehéz helyzetek téged hogyan segítenek, hogy te ezek által mennyivel gazdagabb ember leszel, akkor talán Tudok, vagy tudtam valamit adni, és talán a lelkeket, vagy a lelki oldalt, mint olyat is tudtam erősíteni, ami az én egyik legfontosabb misszióm. És igazából én azt gondolom, hogy ez mindig is így volt. Tehát nagyon fontos arról beszélni és azt elmondani, hogy aki kevesebb anyagi dologgal rendelkezik, ő nem rossz és nem szegény. Még akkor sem vagyunk szegények, szerintem, ha nincs igazából semmink, ha nincs tulajdonjogunk, hogyha nincs semmi a nevünkre írva, ha nem rendelkezünk mondjuk különböző tárgyakkal, eszközökkel, vagy bármivel, ami ma annyira divatos, és ami ma annyira közkedvelt. Ahogy mondtam, én végigmentem egy nagyon erős, hosszú úton, kamínon, nyugodtan beszélhetünk 15 évről, de inkább 20 évről. És ez alatt az idő alatt folyamatosan, fokozatosan pakoltam ki azokat a dolgokat, amelyek nem voltak fontosak, hasznosak, és ezek helyett felvettem valami mást, ami számomra Sokkal fontosabb. Helyet és teret adtam, azt is mondhatnám, hogy az isteni gondolatoknak, tételeknek, a szellemi tanoknak. Számomra ezek a tanok sokkal többet jelentenek, mint mondjuk egy tárgy, amire azt mondják, hogy érték. Én az isteni millióban, mintában nagyobb gazdaság, gazdagságra leltem, mint az anyagi vonatkozásban, és hogyan mondtam, én például szeretem az egyszerűséget, mert az egyszerűség pontosan azt jelöli, amiről eddig beszéltem. A szer azt jelenti, hogy Isten mindenben a törvény, és én azt gondolom, hogy az egy az mindig sokkal több, mint a sok. A sok során az ember elveszik, nem tud megállni egy pontban, nem tudja saját magát kiteljesíteni, nem éri el az önvalót, nem mellesleg, ahogyan mondtam, én azt látom, hogy akik nagyon erős anyagelvűséggel élnek, ők nem mennek végig az alázat útján, vagy csak nagyon ritka kivétellel, ők nem fogják felkarolni azokat az embereket, akik nagyon nagy bajban vannak, nem lesznek empatikusak például, mert csak a saját egójuk fényezésével és erősítésével, bővítésével lesznek és vannak elfoglalva. De akik választanak egy másik utat, ami lehet, hogy nehezebb, ők megérzik és megértik azt, amiről beszélek, megérzik az isteni mintákat, ezeket a kincseket, a szellemi világ gazdagságát, azt, hogy milyen sok rétegből áll, hogy mennyi mindent található meg benne, és ez igaz ránk is, tehát nekünk is a szellemi oldalt, a lelki oldalt kell vizsgálni saját magunkkal kapcsolatban. Nem azt, hogy én anyagilag mit tudtam megteremteni, vagy hogy mivel veszem körbe önmagamat. Én ezen már réges-rég túl vagyok. Elég kemény gyakorlatom van ezzel kapcsolatban régóta. Tehát, ahogy mondtam, én kb. olyan 10, jó 15-20 éve gyakorlom azt, hogy hogyan lehet, úgymond, egyre több szellemi kincsre szert tenni azáltal, hogy az anyagot az ember egyre inkább háttérbe szorítja. Nyilván, hogy ilyenkor az embert nagyon sok támadás éri, a Földön, hangsúlyozom a Földön, a mai világban, mivel anyagelvűség van. Ha az aranykorban élnénk, Isten korában, akkor ott nem lenne anyagelvűség, és az anyag, mint olyan, nem is számítana értéknek. Ott nem az az ember lenne szegény, akinek mondjuk nincs pénze, vagy nincsenek arany ékszerei, hanem az az ember lenne szegény, aki szellemileg nem vértezte föl saját magát. Aki nem talált rá ezekre a kincsekre, tételekre, információkra, aki nem tudott egy szorosabb kapcsolatot kialakítani az önvalójával, azt is mondhatnám, hogy szimbiózist, mert én arra jöttem rá az önvaló kamínom által, hogy az a legnagyobb gazdagság, hogyha az ember szimbiózisban él, élhet, az ő felettes énnyével, önvalójával, abszolútumával, vagy mondjuk azt, hogy az isteni mintával. Tehát, hogyha én elérem azt, hogy én Istennel tudok úgymond egyesülni, vagy szimbiózisban lenni az egységgel, az egyszerűséggel, akkor én azt gondolom, hogy elértük a célunkat, azt a célt, amiért tulajdonképpen lehet, hogy ez az egész földi létezés, mint olyan, működik, vagy amiért megalkották, létrehozták, és amiért ilyen régóta fenntartják. Persze itt most el is lehet vonatkoztatni, mert hát ugye mindig nagyon jó kérdés, hogy az itteni ö, létezési módok ki vagy mi által működik. Hát ugye tudjuk azt, hogy sokféle válasz létezik erre. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember egy nagyon hosszú út során eléri az önvalót, és már szimbiózisban van vele, és ebből az állapotból soha nem zökken ki, nem zökkenünk ki, akkor, akkor elértünk valamit, akkor valamiféle cél mégiscsak megfogalmazódik, és szerintem akkor már nagyon jó úton járunk, és innentől kezdve számítunk. Én azt gondolom, hogy gazdag embereknek, még akkor is, amit mondtam, hogyha a külsőségekben úgymond nem bővelkedünk, ugyanis a külsőségekben való bővelkedés, vagy bőség, amire azt mondják, Totálisan letérít erről az útról, és nem fogja megengedni azt, hogy te a saját tapasztalataid által érd ezt a szintet, a legmagasabb szintet. Vagyis, amire én azt mondom, hogy ez egy alapszint, és mivel én tapasztalatból beszélek, ezért pontosan tudom azt, hogy hogyha az ember a másik oldalt szolgálja, akkor nem fog tudni innen kikerülni nem fog tudni megvilágosodni, és nem éri el azt a fajta szellemi gazdagságot, ami egy örök minta, és amire én azt mondom, hogy ez az igazi gazdagság, teljesen mindegy, hogy kívül mit mutat az a bizonyos kép, vagy sok kép. A lélekfejlődés szempontjából én azt gondolom most még, hogy szükség van a dualitásra, a kettősségre. Szükség van arra, hogy többféle változatban kipróbáljuk magunkat. Ezt azért mondtam így, mert szerintem erre nem mindig lesz szükség. Vagy nem mindenkinek. Hát ez attól függ, ugye, hogy ki hogyan halad az úton, ki hogyan emeli a tudatszinteket, hogy ki hova jut a földi fizikális létezése kapcsán testekben, ami ugye azt feltételezi, hogy itt mindenki tanuló. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a dualitás és a polaritás véletlenül lett úgymond kitalálva a Földön, nem. A szétszakítottság sem, és az sem, hogy minden így áll hogy minden tulajdonképpen kibillent, mert, ahogy mondtam, nekünk ezzel dolgunk, és feladatunk van. Szerintem az a szerencsés, aki erre rájön. Az a szerencsés, és az a nagyon gazdag ember, aki pontosan rájön arra, hogy neki mi az élete célja, feladata, missziója, miért jött vissza, és ezt a feladatot, missziót nagyon szépen tudja ápolni, vinni, lépésről lépésre, pontról pontra. Számomra igazából azt is mondhatnám, hogy ez jelenti a gazdagságot, hogy én erre rájöttem az elmúlt húsz éves kaminom által, és azáltal, hogy nagyon sok mindent kellett magam mögött hagyni. Sok mindenről kellett lemondani, de rájöttem arra, hogy igazából olyan dolgokról, amelyekre lehet, hogy nem is volt szükségem. Viszont ezekre a tanokra, energiákra, és egyáltalán az Isteni minta létezésére, vanságára igenis nagyon-nagyon nagy szükségem volt és van, persze nem csak nekem, én azt gondolom, hogy minden egyes lélek számára, főleg olyan lelkek számára, akik ugye testet öltöttek, váltottak, testbe kerültek, és a Földön megnyilvánultak, vagy megnyilvánulnak ugye napjainkban. Azt kell tudni, hogy mi azért születtünk vissza, azért töltöttünk testet, hogy szembesüljünk, hogy ezekkel a helyzetekkel találkozzunk, és hogy minden egyes ilyen helyzet által saját magunkat vizsgáztassuk le. A tükör effekt, ugye? Erről nagyon sokat szoktam beszélni, hát azt is mondhatnám, hogy nagyjából olyan 30 éve Beszélek arról, hogy a tükörnek, mint olyannak mennyire fontos szerepe van, és ugyanakkor a szembesülésnek is, bár tudjuk nagyon jól, hogy ez a kétféle dolog abszolút te összefügg. Én azt is gondolom, sőt az a tapasztalatom, hogy minden egyes helyzet által meg kell azt nézni, hogy hova jutottunk, hogy a földi, fizikális létezésünket, az itteni éveket mire használtuk, kamatoztattuk a legtöbb ember szerintem tévhitek által él itt, és azt gondolják, hogy azért vagyunk a Földön, azért öltöttünk testet, hogy mindent bekebelezzünk, és hogy anyagilag nagyon gazdag emberek legyünk, hogy mindent kívül, külsőségekben meg tudjunk mutatni. De ez nem rólam szól. Ami kívül van, az nem én vagyok. Az igazi én, az igazi mintám, az nem más, mint az önvaló, de az ugye egy szellemi rendszer, és ennek a szellemi rendszernek nincs szüksége anyagra, semmilyen külső vonatkozásra. És arra sem, hogy külső vagy kinti gazdagságot alakítsunk ki, mivel eleve az önvalónk egy nagyon-nagyon gazdag tárház. Azt is mondhatnám, hogy egy újszülött csecsemő is nagyon gazdag, hiszen ő is egy adott önvalóval érkezik, amiben rengeteg minden tárolódik, főleg a korábbi testetöltések által. Tehát hiába születünk meg úgymond csupaszon, amikor még nincs semmink, akkor is nagyon gazdag lények, lelkek vagyunk, mert ott az önvaló, ami vezeti ezt az egész folyamatot, a létünket, ami irányít, ami segít, és ami tel is tele van nagyon-nagyon sokféle csodával, ajándékkal, és hogyha ezt elérjük, és rájövünk arra, hogy a mi személyes önvalunk milyen, hogy mennyi minden van benne, akkor nagyon boldogok leszünk és akkor már igazából szerintem kívül soha semmit nem akarunk megmutatni, sem létrehozni, sem birtokolni, mert onnantól kezdve az ego, mint olyan, hát azt akartam mondani, hogy leamortizálódik, de mondjuk inkább azt, hogy inaktiválódik, na szerintem ez egy nagyon jó szó. Igen. Tehát valószínű, sőt biztos, hogy nekünk az a legfontosabb feladatunk a Földön, hogy az egót, mint olyat inaktiváljuk. A kaminonk által, és azáltal, hogy én minden egyes stáció során leteszek valamit, ami az ego bővítéséről szól. Tehát, oké, okay, persze, az egóm is túltankhet, és általa is élhetek át egyfajta bőséget, de ez mindig a külsőségekről fog szólni, mindig az anyagi körülményekről, a látszatról, ami becsap ami igazából nem is engem fog mutatni, és hát ezáltal mondjuk az, hogy másokat is becsapunk, nem igaz? Hamis eszközökkel dolgozunk. Egészen addig, amíg rá nem jövünk arra, hogy saját magunkat is becsaptuk, hogy, hogy ez a fajta rendszer nem minket fog mutatni, ez nem az önazonosságról szól, és amikor az ember erre rájön, akkor elkezd elindulni egy másik úton. Ahogyan ezt én is tettem, és teszem nagyon régóta, és ami által tulajdonképpen mindent magam mögött hagytam. Már megint szökik a tollam. De nem ússza meg azt, hogy végig beszéljem ezt a mai előadást, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos tételeket tárunk most föl közösen, mert én azt látom, hogy nagyon nagy a, a csüggedés, főleg Magyarországon, nagyon sokan ugye sajnos az anyagi világgal azonosítják magukat, és azzal, hogy nekik miük van kívül, hogy mit tudtak megteremteni, vagy éppen mit nem. Nagyon sokan el vannak keseredve, nem látják a kiutat, azért, talán azért, mert nem eléggé bíznak, vagy hisznek az önvalójukban, a felettes énjükben. Ezért mondtam, hogy szeretnék hitet adni, adományozni. Ugyanis szerintem nagyon fontos, hogy hitet is Adományozzunk, áramoltassunk a földi lakók számára. Én úgy érzem, és ez igazából már nem egy mostani érzés, hogy én pontosan ezért jöttem vissza, ezért születtem újra testbe, és ezért lettem én a méda, hogy ezeket a gondolatokat át tudjam adni. Bár megmondom őszintén, hogy én ezt már gyerekkoromban is tudtam, és arról, hogy a hit mennyire fontos szerepet fog játszani az életünkben, már 18 éves koromban is beszéltem, írtam, sőt, egy kis filmet is rendeztem, forgattam ezzel kapcsolatban. Hát azóta nagyon sok idő telt el. Mennyi? 25 év? Körülbelül nagyjából. Most ki kellene számolni? Igen. És ezzel alatt a 25 év alatt fokozatosan jöttem arra rá, hogy például nekem mi a dolgom, hogy én milyen feladatot vállaltam, hogy mit írtam alá. Ugyanis az ember nagyon sok mindent elfelejt. Mi elfelejtjük azt is, hogy mi honnan származunk, hogy mi a mi igazi valódiságunk, hogy tulajdonképpen mifelé kell elindulni, hiszen nagyon-nagyon sok manipuláció van. Az anyag és az anyagi világ mindig is nagyon erősen becsapta az embereket, és ahogy mondtam, nagyon sok harcot generált, vagy az emberek ezáltal, elidegenedést, és nagyon nehéz körülményeket, lelki állapotokat, nagyon sokan feladták az itteni küzdelmet, ezt azért sajnálom, mert én azt gondolom, hogy minden egyes nap tartogathat valami olyat, ami által meg tudunk oldani bizonyos ügyeket, hanem is olyan nagy volumenben, de lépésről lépésre, nagyon lassan, apránként igen. Tehát szeretnék mindenkit bíztatni az a kapcsolatban, hogy tudom, hogy nagyon nehéz, és azt is tudom, hogy főleg itt, mert szerény kis országunkban mennyire nehéz a megélhetés, és hogy mennyien el vannak keseredve, mert nem tudnak anyagi viszonylatokat fölmutatni, ez nem baj. Viszont, nagyon fontos lenne, hogy például a mindennapi betevője minden egyes embernek meglegyen. Hát én ezért is szoktam imádkozni, hogy legalább ilyen gondok ne legyenek a nagyvilágban, mert ha ez megvan, akkor azért szerintem mindig föl lehet állni, tovább lehet menni, és lehet sokkal szerényebben is élni, ugyanakkor nagyon gazdagon, felszabadultan és boldogan. Nagyon sokan találták meg a boldogságukat, és ugyanakkor a számításukat is, egyszerű, puritánabb környezetekben, állapotokban. Mert közelebb kerültek az önvalóhoz, mert közelebb kerültek Istenhez, vagy az isteni mintához, mert rájött, rájöttek arra, hogy ez egy sokkal szentebb közeg, igazabb, tisztább, józanabb. <tosz> És hogy itt mindenképpen a nagy egyetemességről kell beszélni, vagy, vagy, vagy mondjuk inkább azt, hogy, hogy ebben a közegben a valódiságot fogjuk feltárni. A valódiság feltárása, megtalálása és a vele való szembesülés szerintem a legfontosabb, mert az lesz a legélesebb tükör. A valódiság a legélesebb tükör, az igazság. Na most nekem az is a tapasztalatom, hogy egy ilyen utat nagyon szabadon lehet bejárni, minden manipul manipulációtól függetlenül. Tehát fontos a szabadság elérése, a szabad gondolkodás, hogy az emberek ne különböző megmásított szerepek által éljenek és gondolkodjanak hanem azáltal, ami például az önvalóban van kódolva, és amit szerintem az Isten, az isteni millió és minta rejtett eme szegmensünkbe, ami nem látványos kívül, igazából soha nem fog megmutatkozni, mert nem is ez a dolga. És szerintem nagyon jó, hogy ez így van. Azt is mondhatnám, hogy szerintem nagyon jó az, hogy az önvaló, mint olyan, eképpen rejtve van. Mert ha nem lenne rejtve, akkor lehet, hogy az emberek nem indulnának el egy ilyen úton, egy másik úton, nem vérteznék föl magukat, és nem kezdenének el kutatni, ásni. Hogyha valaki végigment már egy ilyen hosszú kaminón, ő pontosan fogja tudni azt, hogy az anyagi szegénységnek igazából lehetnek jótékony hatásai is. Persze most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ú, hát ez egy nagyon furcsa eszmefuttatás, hogy a szegénységnek, a puritánságnak, az egyszerűségnek, vagy a nélkülözésnek milyen jótékony hatása lehet. Az, az csak egy rossz állapot lehet. Szerintem nem. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy nem minősítsünk, hogy nem mondjuk azt, hogy hogy bizonyos állapotok rosszak, mert soha nem tudjuk azt, hogy ezen állapotok és helyzetek által mi hogyan tudunk fejlődni, fordulni, vagy akár megvilágosodni. Én próbálok minden egyes pillanatot, nehéz helyzetet kamatoztatni, és még közelebb kerülni az önvalóhoz, és még őszintébbé válni, és még alázatosabb lényé, mert ahogy mondtam, szerintem az alázat megtanulása az egyik legfontosabb földi feladatunk. És én azt gondolom, hogy az Isten, a nagy egyetemesség is ezt kéri tőlünk, vagy pontosan ezt. Hogy hajtsuk mélyre a fejünket, de ez nem a megaláztatásról szól, és nem arról, hogy én lelettem igázva, és nem is a hajbólkolásról. Ez arról szól, hogy hogy én már teljesen másfajta szemlélettel, lelkülettel vagyok itt, hogy sokkal tisztelettudóbb vagyok, hogy nem vagyok követelőző, és hogy az egót azért mégiscsak hátrahagytuk valahogyan. Szerintem nagyon erősen, illetve hát én úgy látom az elmúlt kaminom kapcsán, hogy azért nekem valamilyen szempontból sikerült ettől a szegmenstől megválnom. Persze biztos, hogy nem százszázalékosan, hát sőt, de, de a jó részét talán már le tudtam tenni. És hogyha valaki ezt megteszi és elér ide, akkor ő, teljesen kicserélődik. Nagyon fontos az is, hogy a személyiségünket fejlesszük, hogy, hogy, hogy kicseréljem a rossz beidegződéseimet, hogy sokkal humánusabb lény legyek, nyitottabb, elfogadóbb és sokkal-sokkal kíváncsibb természetű, bár szerintem én mindig is az voltam. Tehát én azt gondolom, hogy az egyszerűségnek, és azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból az anyagi szegénységnek is van haszna, sőt. De Szemléletet kell váltani. Lehet, hogy a maikor emberének ez az egyik legfontosabb tanulnivalója, különben lehet, hogy ezek a helyzetek nem is jöttek volna létre. Hát azt is mondhatnám, hogy 2023-ban, vagy 2023-ra eljutottunk oda, hogy ez lett az egyik legfontosabb tanulnivaló, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy micsoda hiányok működnek a világban. Persze azt is mondhatjuk, hogy akkor az a feladatunk, talán együttesen, globálisan, hogy valahogyan betöltsük a hiányt. Tudom azt, hogyha fellép maga a hiány, mint olyan, akkor az ember ezt rögtön be akarja tölteni. Azt akarjuk, hogy ne legyen hiány semmilyen területen, hogy mindig minden teljes legyen és kiegyensúlyozott, hogy ugye minden így álljon. Igen. Igen, hát én azt gondolom, hogy ez az ember egyik legfontosabb feladata, mivel energetikai kibillenés van, és éppen ezért nagyon sok a hiány, nagyon sok a küszködés. És beszélhetünk itt például az anyagi szegénységről, de ahogyan mondtam, én azt gondolom, hogy az önvalóban nagyon sok minden tárolódik, nagyon sok szellemi kincs, és szerintem sokkal több gazdag ember van itt a Földön, mint amiről azt gondolják, hogy, vagy akikről azt gondolják, hogy ők nem azok. Mert ahogyan mondtam, lehet nagyon-nagyon gazdag, egy olyan ember, aki például az utcán él, és tényleg anyagilag semmilyen sincsen. Persze jó kérdés, hogy aki például most milliárdos, például, és rengeteg mondjuk birtokkal rendelkezik, hogy neki van-e valamie, hogy biztos, hogy ez az övé, biztos, hogy az enyém lesz mondjuk attól egy ház, hogy én megvásárolom, és a nevemre írjuk. Mit jelent az, hogy enyém? És az is nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán különböző tulajdonjogokat vagy tulajdonokat lehetne-e itt eszközölni, vagy sem? Hát szerintem nem, de hát ugye erről is már sokat beszéltem. Az egyszerűbb létmód nagyon-nagyon sokat hozzátesz a lélekfejlődéshez. Vagy mondjuk inkább azt, hogy az én személyiségem fejlődéséhez. Az enyémhez nagyon sokat hozzátett, és én sokkal alázatosabb lényé váltam. Én most már egy ilyen icipici dolognak is tudok örülni, míg lehet, hogy mondjuk fiatalabb koromban nem tudtam, mert azt gondoltam, hogy nekem ennél sokkal több jár. Na ezt kell letenni. Ez szól, vagy szólt az egóról, ami nem helyes. És ami. Hát azt is mondhatnám, hogy teljesen megmásított engem is, mert nem gondolom azt, hogy az igazi lényem az ilyen volt, ilyen lehetett, vagy ha igen, akkor lehet, hogy az ember ezeket a beidegződéseket nagyon régóta cipeli a korábbi testetöltésekből, és pontosan azért születünk vissza ilyen nagyon sokszor, hogy mégiscsak elérjük a megvilágosodást, és egy idő után mindezt lepakoljuk, megtérjünk, átváltsunk, és a szent. Utat és mintát képviseljük Istenben, aki szerintem puritán, és aki szerintem egyszerű, de mégis nagyon gazdag, és mégis azt érzem, hogy telistele van szellemi kincsekkel, adományokkal, mindenféle jósággal, energiával, pozitív töltettel, őszintességgel és nagyon nagy szeretettel. Szerintem mi ezt az állapotot szeretnénk elérni. A legmagasabb szintű szeretet létállapotot energetikailag, tehát ezeket az energiákat szeretnénk ide és azt szeretnénk, hogyha ezek az energiák hálóznák be a Földet, eltűnne a gonosz, el, eltűnne... Az anyagelvűség, a pénzrendszer, a hierarchia, az aláfölé rendeltség, hát ugye ez ugyan jelenti, az emberek sárba típrása, a gonoszkodás, a rablás, a bekebelezés, és minden beállna így egy harmonikus állapotba, ha egyensúly élne a Földön, és hogyha helye közel mindenki, hát ugyanannyit meríthetne mindenből, hogyha mindenki ugyanahhoz az asztalhoz ülhetne le egyöntetően. Egy én is ezt szeretném. Gyerekkorom óta szeretném. Sőt, mondok még valamit, a korábbi testetöltéseim által is valószínű, hogy ezt szerettem volna létrehozni, de most biztosan, én mostanra értem el oda, amikor már el tudom azt mondani, hogy nekem gyakorlatban is megvan ez az utam. Én ezt ki tudom ki pipálni, ki tudom pipálni, és fel tudom vázolni azokat a tételeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy az ember megváltódjon, alázatosabb legyen, lélekben fejlődjön, és hogy elérjük a szintiszta önazonosságot, az önvalót az isteni mintát, aminek már ugye ez a rendszer is nagyon fog örülni, és talán el is ismer, mondjuk ezt. Mert én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy hogy mi pontosan ezért lettünk ide visszaküldve, mert ez volt a legfontosabb feladat vagy tanulnivaló, amit még nem sajátítottunk el mindenki egy adott csomaggal érkezik. Pontosan olyan tételekkel, vagy hát talán mondhatnám azt is, hogy hiányokkal, amelyeket nekünk be kell tölteni, meg kell tanulni, amiket itt nekünk föl kell venni. Az út által, a szenvedés által. De ahogyan mondtam, csak az az ember szenved, aki még egóból működik. Ha már leteszed az egót, és alázatos vagy, és az önvalód, a, a, az Isteni mi voltod szerint élsz fegyelmezetten és uh, nagyon őszintén, akkor szerintem nem fog szenvedni egy idő után. De ha igen, akkor ott még feladat van. Saját magunkkal kapcsolatban. Akkor ott még valamit mindig nem oldottunk meg. Szóval én azt gondolom, hogy úgymond a szegénységnek, az egyszerűségnek, a puritánságnak igenis nagyon erős fejlesztő ereje van, vagy lehet. Főleg akkor, hogyha az ember ezeket a helyzeteket kamatoztatni tudja, és hogyha rájövünk arra, hogy a mi életünk miért olyan amolyan, mint amilyen. Tehát soha nem szabad csüggedni. Soha nem szabad saját magunkat az anyaggal azonosítani, és a külső körülményekkel. Vagy ha igen akkor meg kell nézni azt, hogy ez a tükör mit mutat, hogy, hogy az én helyzeteim miért olyanok, mert lehet, hogy ha kevesebb anyagi dologgal rendelkezünk, akkor az azért van sőt biztos, mert ahogy mondtam, egy másik úton kell elindulni, és meg kell nézni azt, hogy az önvalónk viszont mennyire gazdag, és mennyi kincs található meg benne hogyha nagyon-nagyon sok anyagi dologgal veszük körbe magunkat, és mondjuk anyagilag nagyon gazdagok vagyunk, úgymond, akkor soha nem indulunk el egy ilyen úton. Ez tapasztalat. Tehát például most mondok valamit, a milliárdosok, azok azzal vannak elfoglalva, hogy a pénzrendszert, ezt a másik oldalt szolgálják ki. Mit? Az egót. Na de az ego és az önvaló az két külön kategória. Ők ezt választották. A külsőséget, a látszatot, egymás leigázását, és azt, hogy nagyon sok esetben ahhoz, hogy valakinek például milliárdjai legyenek, hát el kell venni a másiktól, vagy nagyon sok embertől, vagy beszélhetünk itt a különböző területek kisajátításáról. Ez egy nagyon-nagyon negatív minta. Itt nagyon sok negatív energia működik. Nem mellesleg ilyenkor az energiát is elszívják. Ezért van az, hogy a magyarok nagyon erősen energetikailag jogfosztottak, fáradtak, enerváltak, mert az energiát azt szinte teljesen kiszipolyozták. És tényleg nagyon sokan úgy működnek már, mint a droidok például. Csak ellátják a napi feladatokat, hát ha tudják, és utána úgymond összeesnek a fáradtságtól, mert ennyire kilet minden szipolyozva energetikailag, hát erről is írtak, már korábban, hogy ez egy ilyen korszak lesz, erre föl kellett készülni, és én azt gondolom, hogy azok a lelkek is fölkészültek erre a korszakra, akik pont ezért születtek vissza. Mert ha nem egy ilyen korszakban élnénk, akkor szerintem most nagyon-nagyon sok lélek nem is fogalmazódna meg testben, főleg azok nem, akik tanító, nevelő vagy segítői célzata vannak jelen. És akkor nem kellene ilyen tételekről beszélni, és az én 1028 felvételem sem készült volna el, mert hát igazából ezekre nem lenne szükség. Viszont én azt gondolom, hogy a mai nagyon erős anyagelvűségben, Kaliúgában talán szükség van ezekre a gondolatokra. Bár tudjuk azt, hogy nem ez a menő, és nem az ilyen típusú embereket ismerik el, de azt is sokszor elmondtam, hogy én nem vágyom semmiféle csinadrattára, és arra, hogy engem elismerjenek, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember teljesítse azt a feladatot, amit elvállalta, aláírt, és amiért én is például újra testetöltöttem, megfogalmazottam, és ami miatt mondjuk 1986 óta emel szakmában, vagy mondjuk azt, hogy a médiában tevékenykedem, hát talán pontosan azért, hogy 2023-ra már ilyen sok tétel tudjak fölvázolni, és hogy el tudjam azt mondani, hogy mi a valódiság, az igazság, és azt, hogy aki túl akarja élni a mai helyzeteket, és közel akar kerülni az önvalóhoz, és, és át, akar lépni egy, <coughs> bocsánat, át akar lépni egy másik mintába, hogy neki például mit kellene tennie, mivel, ahogy én mondtam, én a gyakorlati megtapasztalásaim által Hozok létre minden egyes tétel, tehát minden tétel le van ellenőrizve rengetegszer. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán mondhatjuk azt, hogy ezért hitelesebbek. De ebben a szóban már megint csak felleltem a hit kifejezést, azt a három betűt, ami annyira fontos, és ami nélkül szerintem nem lehet élni a Földön a mai nagyon démoni időszakban. Ahogy mondtam, szerintem kettősség, polaritás, dualitás nem véletlenül fogalmazódik meg. Nyilván, hogy a nagy egyetemességnek vagy Istennek célja volt van, ezzel a fajta mintázattal és azzal, hogy nagyon-nagyon sok minden megfordult. Azt is mondhatnám, hogy így biztos, hogy rengeteg feladatunk van, és ezek a helyzetek arra késztetnek, hogy nagyon erős önvizsgálatra tegyünk szert. Miképpen ezt én is folyamatosan próbálom gyakorolni. Én az elmúlt időszak által nagyon sok mindent vizsgáltam meg saját magammal kapcsolatban. Sok mindenre jöttem rá. Sok esetben rájöttem arra, hogy én sem vagyok különb. Hogy bizony, én is tartalmazok, vagy mutatok olyan mintákat, amelyeket lehet, hogy korábban elutasítottam, és azt mondtam, hogy ezek idegenek. A tükör, az öntükör, a belső tükör. Szerintem a legfontosabb eszköz a Földön, fizikumban, anyagban. Fantasztikus volt ez az utazás, ami nem feltétlenül egy fizikális utazás, hanem egy benső út, megismerés, amihez szerintem elengedhetetlen volt a kettősség, de ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy a szerénység, a puritánabb létmód, vagy akár az anyagi szegénység. De én nem szeretem ezt a szót. Nem nem szeretem azt a szót, hogy szegénység. Mert szerintem akkor szegény valaki, ha mondjuk gondolatilag nem gazdag. De ha mindenkinek van önvalója, privát, isteni magja, akkor minden ember gazdag elvileg. Csak ahogy mondtam, nem erre irányul a fókusz, mert nem ez a menő, nem ez a sík, nem azokat az embereket ismerik el, akik nagyon sok szellemi kincsel rendelkeznek, hanem azokat, akik rengeteg anyagi dolgot birtokolnak, és ezeket fel is tudják mutatni. Én sokszor sajnálom őket. Ezt nagyon-nagyon komolyan mondom, mert látom, hogy el vannak veszve, hogy elveszettek. Látom, hogy nagyon messze kerültek valamitől, vagy valakitől, hogy, hogy becsapottak, hogy megvezetettek, de igazából azt sokszor szerintem ők ezt nem is tudják. Jó lenne őket visszavezetni. Jó lenne őket visszasegíteni az egyetemes mintába, az önvaló felé, mert akkor örökre meg, meg tudnák állni a helyüket, és... Egy teljesen másfajta szegmest ismernének meg, de ahogy mondtam, nyilván, hogy a mai világban sokkal kevesebben fognak egy ilyen irányba fordulni, pedig szerintem megéri. És megérte ennyit fejlődni. Jó, hogy az ember nem marad ugyanolyan, és ezt igazából magammal kapcsolatban is ki kell jelenteni. Én örülök annak, hogy már nem olyan a gondolkodásom, mint mondjuk húsz évesen. Én örülök annak, hogy nagyon sok mindentől meg, meg tudtam válni. Hogy alázatosabb vagyok, humánosabb, nyitottabb, hogy sokkal több mindent tudok elfogadni. Hogy tudok szeretni, hogy át tudom érezni a másik ember gondját, baját, persze, ez a gyerekkoromban is így volt, de tudom azt, hogy talán fiatalabb koromban, hát lehet, hogy én is gőgösebb voltam néha, és talán olyan dolgokat akartam, magaménak tudni vagy követelni, amelyekre igazából nem volt szükség, csak hát én is meg akartam mutatni valamit magamból, de ezek a külsőségekről szóltak. Most már egy teljesen másfajta szegmest, aurát képviselek és szolgálok, nagyon erősen, amiben csodálatos szellemi kincsek, tételek működnek és élnek, és ami által tudtam adakozni, adományozni, és ami által nem tartottam meg ezeket a tételeket önmagamnak. Fontos, hogy az ember ne legyen kapzsi, hogy ne legyünk telhetetlenek, hogy sokkal szerényenben éljünk, mert a szerénység, ahogy mondtam, beindít valamit, metamorfózist indít be az ember lelkében, Gondolkodásában, lényében, fantasztikus, amikor belül totálisan átalakulsz, rátalálsz az igazságodra, az igazi valódra, és már ilyen boldog leszel. Ahogyan mondtam, én mindig a saját tapasztalataim által beszélek, a saját tapasztalataimat osztom meg, mert azt gondolom, hogy egyrészt így helyes, másrészt pedig. Talán az ember mint olyan így válhat hitelessé, és így tudok sokat segíteni. Hát úgy talán kevésbé, hogyha mondjuk egy könyvből felolvasnám ezeket a tételeket, mások gondolatait, amit én nem tapasztaltam meg, vagy amit lehet, hogy én teljesen másképpen érzek. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy az ember a saját tapasztalatai által merítsen. És hogyha te, az önvalód szerint élsz és működsz, akkor nem fognak tudni már befolyásolni, manipulálni, ergo te egy szabad ember leszel. A szabadság pedig egyenlő szerintem a gazdagsággal, és az önazonossággal, és azzal, hogy te egy idő után sokkal nyitottabb leszel. Igen, igen, én úgy érzem, hogy most arra jutottam el ide, hogy most már én is ki tudom tárni, nyitni, azt a bizonyos kaput még jobban, még erősebben, és sokkal több mindent tudok elfogadni, megérteni, megérezni, tisztelni, szeretni, mint annak idején. Fontos szerintem, hogy a gőgöt, mint olyat letegyük, hogy megvegyünk tőle. Én úgy érzem, és azt látom, hogy ehhez a fajta mechanizmushoz, folyamathoz is nagyon erősen hozzásegít, maga a szegénység, a szerénység, a puritán létmód, az egyszerűség, mert, mert minden egyes ilyen állapot, hogyha valami kivonódik, alázatra fog nevelni, vagy én fogom saját magamat alázatra nevelni a magasabb szintű önvalom által és irányításával, aki szerintem folyamatosan monitoroz, és rávezetett egy olyan útra, ami által az volt a feladatom, hogy megváljak a kicsinyes éntől, az egótól, a gőktől, a kapzsiságtól, és hogy az ember mindenkiért éljen és legyen, így szolgáljon hogy egy szent, szent vállalást teljesítsen, ami már Istenből való, a nagy egyetemességből, amilyenné szeretett volna bennünket formálni ez a rendszer. Igen. Én azt gondolom, hogy úgymond az anyagi szegénységnek, egyszerűségnek is van jótékony hatása. Nagyon sok jótékony hatása lehet. De én itt nem az éhségre vagy az éhénységre gondolok, nem. Ahogy mondtam, nagyon fontos lenne, hogy minden ember megfelelő táplálékhoz jusson. Nagyon szeretnék egyszer egy élelmezési alapítványt létrehozni, ami által én biztos vagyok benne, hogy segédcsomagokat fogok kiosztani, vinni nagyon sok helyre. Tehát ez az egyik. Nagy álmom, aminek igazából már meg is van a neve, hogy ennek az alapítványnak majd mi lesz a neve elnevezése, amit már kb. olyan 10-15 évvel ezelőtt találtam ki. Én nem erre a fajta szegénységre lemondásra gondolok, mert az élelem, az élő elem az ugye alap. Tehát élelemre minden embernek szüksége van, és ivóvízre és lakhatásra. Én arra gondolok, hogy milyen az, amikor le kell tenni nagyon sok mindent, ami a külsőségről szól, ami totálisan megmásítja az énemet, ami már a nagyzolást mutatja, vagy a nagyzolás felé vezet. Én nem hiszek abban, hogy az anyagi bőség az jótékony lenne, sőt, szerintem egyáltalán nem. Én abban hiszek, és... Azt tapasztaltam, hogy a szerénység és az egyszerűbb létmód sokkal szebbé és gazdagabbá varázsol bennünket, de legalábbis a lényünket. Szerintem az a legfontosabb, hogy a lényem, a lelkem legyen szebb. Hát a külső, az igazából már nem fontos, tehát én már egyáltalán nem foglalkozom ezzel a fajta vonatkozással, amíg mondjuk 20 évvel ezelőtt igen. Akkor fontos volt. De hát 20 év, és végigmentem én is egy úton, ami által sok mindent tanultam meg, sok mindent tettem le, ami által én is ugye úgymond nehezebb körülmények közé kerültem, bár én úgy emlékszem arra, vagy erre a dologra, hogy, hogy, én ezt akartam, és én konkrétan egy ilyen útat vázoltam fel, mert, ahogy mondtam, saját magamat akartam megtanítani, és átformálni, és megváltani a személyiségemet egy, egy, egy sokkal, hát azt is mondhatnám, hogy normálisabb énné, vagy én felé. Szerintem nagyon fontos a megértés a mai világban. Én azt gondolom, hogy az emberek jó része megértésre vágyik, de megértést szerintem nagyon ritkán kaphatunk. Jó lenne ezt is gyakorolni. Jó lenne, hogyha az iskolákban azt is tanulnánk, hogy hogyan értsünk meg egy másik embert, hogyan segítsünk, hogyan álljunk oda. Hogyan karoljuk föl? Na hát jó kérdés, hogy ezt hol tanulják, tanítják. Mi nem tanultunk soha erről. Én erre igazából saját magamat vezettem rá. Ugyanakkor én azt gondolom, hogyha valaki elkezd foglalkozni az isteni tételekkel, most teljesen mindegy, hogy milyen vallás kapcsán szerintem, akkor ő előbb-utóbb. Talán sokkal megértőbbé válik. Tehát mindenképpen fontos szerintem, hogy az isteni tételek, erendelések által éljünk. Mert Istenben, az egyetemességben, ebben a magasabb szintű szellemi rendszerben biztos, hogy például a megértés és talán a megbocsájtás is megfogalmazódik, amelyek elsajátítandó ügyek, helyzetek. Tehát nagyon-nagyon sokféle, azt is mondhatnám, hogy lecke van ebben a rendszerben. És ezen leckék által saját magunkat formálhatjuk, akkor, hogyha megértjük azt, hogy az Isteni rendszer, vagy az Isten maga, tulajdonképpen mit akar tőlünk látni. Milyenné akar bennünket formálni az egyetemes rend? Ki az, aki erre választ tud adni? Én próbáltam választ adni, hát ennyiszer. És ugye még ott vannak a cikkek, ennyi cikkem van, amit saját kutfőből írtam, ezek ugye méd a cikkek, gondolatok, de van még négy millió karakter nyírásom, amelyek által azt próbáltam meg föltárni, hogy ebben a rendszerben mi van, és hogy hogyan tudunk mi em rendszer által létezni, hogy nekem mi a feladatom tulajdonképpen itt a Földön, hogy miért születtem vissza. Hát én azt gondolom, hogy azért most már valamilyen szempontból, vagy valamilyen szinten én ezt kapizsgálom, de nyilván, hogy még azért nagyon sok minden áll előttem is. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy akik például nehezebb anyagi körülmények között éltek vagy élnek, ők sokkal alázatosabb lények lesznek egy idő után. És ők biztos, segíteni fognak a többieknek, mert ők ugye a saját bőrükön tapasztalták azt, hogy mondjuk milyen az, amikor nincs mit tenni, vagy hogyha sok mindenről le kell mondani. Tehát mondhatjuk azt, hogy valamilyen szempontból lehet, hogy a humánum, Fejlesztéséhez, eléréséhez is szükség van a polaritásra, a dualitásra, a kettősségre, vagyis arra, hogy minden így álljon. Arra, hogy megfogalmazódjon az anyagi szegénység és az anyagi gazdagság is. Agya mondtam nyilván, hogy ezek az aspektusok vagy jelenségek nem véletlenül jelentek meg a Földön. Lehet, hogyha Isten annyira azt akarná, hogy itt minden így legyen, tehát hogyha egy, hogy egyenlőség legyen, akkor ezt már rég megoldotta volna, és lehet, hogy anyagi szegénység soha nem lett volna, vagy lehet, hogy csak nagyon rövid ideig. Ahogy én mondtam, én hiszem azt, hogy a különböző nehézségek, Azért vannak, hogy fejlesszük saját magunkat, hogy megugorja különböző szinteket, hogy ne legyek ugyanolyan, mint amilyen voltam, hogy ne ego által működjek, hogy neveljem magam, hogy, hogy sokkal jobb emberé váljak, hiszen hogyha ezek a helyzetek nem fogalmazódnak meg, mi által nevelem magam? Hogyan teszem le az egót? Hogyan indulok el az úton? Hogyan töltöm be a hiányt, hogyha nincs hiány? Hogyan váltódom meg, hogyan teszem meg a pálfordulást, akkor mindez nem lenne. De mivel mi még tanulók vagyunk, és mivel pontosan, hogy ez a feladatunk, hát ezért ezek a helyzetek megjelennek. Ezek nem büntetések, szerintem, hanem, ahogyan mondtam, feladatok, leckék. Hát egy lecke vagy egy feladat talán soha nem büntetés, hát jó kérdésben. Most, hogyha visszaemlékszem a, a gimnazista koromra, akkor bizony a matek, matek, leckék és feladatok azok olyanok voltak, minthogyha büntettek volna bennünket, mert hát ami nálunk volt a gimnáziumban, azt elmondani nem lehet. Egyetemi szintű matematikát oktattak, soha nem értettem, hogy miért, hát sokszor elmondtam, hogy én nem készültem soha matematikusnak, én már akkor is előadó voltam, és színjátszó, meg riporter, tehát na mindegy, de az, 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 az büntetés volt, tehát. Na de, most mondjuk azt, hogy ezeket a tételeket nem is kamatoztattam soha. Hát ki az, aki mondjuk 40 vagy 50 évesen le tudja vezetni azokat a miket, képleteket, amelyeket mondjuk, mit tudom én, 16-17 évesen tanultunk, hát szerintem senki. És hát nem is ezen képletek és matek feladatok és feladványok által jutottam tovább, és mondjuk hoztam létre a magazinomat, és nem, nem ebből éltem, hát kivéve a matematikusok, de hát szerintem azért ők nincsenek olyan túl sokan, nem ez a jellemző, ugye? hogy az emberek jó része mondjuk matematikus lesz. Szóval borzalmas volt, tehát ezt soha nem fogom elfelejteni, de hála a jó égnek, sikerült leérettségiznem matekból is, bár nagyon nem volt egyszerű a történet, és szerencsére elhagyhattam ezt az intézményt, és aztán pedig olyan dolgokról tanultunk, amelyek engem nagyon érdekeltek, és amelyeknek a mai napig is hasznát veszem. Ugye én társadalomtudományból is diplomáztam, és hát a társadalomtudomány, mint olyan, azt szerintem ma rettenetesen fontos, hiszen hát tudjuk azt, hogy milyen világban élünk, és hogy hogy minden egyes területet milyen sok oldalról kell megvizsgálni. Tehát például az, hogy én társadalomtudományt tanultam, szerintem nagyon sokat hozzásegítette ahhoz, hogy, hogy ilyen sok tétel tudtam ugye felvázolni, és hogy ennyi területet tudtam valahogyan kibontani, és megismertetni. Persze nagyon sok más tanulmányom is volt, nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkezem, nagyon-nagyon sok mindent láttam, ugye rengeteg interjút készítettem, amelyek szintén azt segítették elő, hogy hát ennyire színes legyek, úgymond, ennyire gazdag és nyitott, és talán empatikus és megértő, és hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból lojális, mert azért én azt gondolom, hogy én lojális vagyok, főleg az isteni minta és rend irányába. Mert ahogy mondtam, én ebben a közegben találtam meg azt, amire, az, amire azt mondják az emberek, hogy ez a gazdagság, amit szintén tévesen és hibásan használnak, mert az anyagi sokaság, mondjuk így, és valaminek a tömkelege a számomra soha nem jelentett gazdagságot, inkább elnyomást, ami elnyomi az önvalómat, ami nem engedi meg az önmag ismerést, és azt, hogy én Istennel, az egyetemességgel, vagy az önvalóval, az abszolútumommal ápoljak szimbiózist. Hogy én a legmagasabb szintű rendszeremmel egyesüljek, sőt, az anyagi bőség, mint olyan pont, hogy eltérít ettől a fajta mintától és változattól. És totálisan ki fog fordítani. Lehet, hogy kívül csillogó, vilogó leszel, és sokan fognak neked hajbókolni, és azt gondolod, hogy tiéd a világ, de ahogy mondtam, szerintem hibásan. Hát a démoni. De hát az meg kinek kell? Mondjuk nekem nem. Én a pozitív egypólust szeretném itt ö, megalapozni, és azt szeretném, hogy az isteni energiák működnének, amiben szerénység van, az ő közegében, órájában, egyszerűség, ami őt jelöli, de ugyanakkor nagyszerűség, amiben megváltás van, örökség, és egy olyan állapot, ami mindenkinek jó lehet, és nem csak a kiváltságosoknak. És onnantól kezdve eltűnne például az éhinség, és mindenki felszabadulhatna, és kiegyensúlyozottan működhetne, és szolgálhatnánk ezt a rendszert, ugyanakkor az önvalónkat nem megmásítva, nem eltérítve, hanem boldogan és totál szabadon. Mert szerintem a felszabadulásra vágynak a legtöbben. Hogy ledobjuk a láncainkat. Hát azt is mondhatnám, hogy az évezredes láncainkat. Tehát igen, el kellett ideig jutni. És tudom azt, hogy ez az út igazából máshogyan nem épülhetett volna föl. Szerintem ez egyfajta isteni elrendelés. Én nagyon-nagyon erősen hiszek benne. És nagyon mondtam abban is, hogy a Földön nem véletlenül jelentek meg Különböző helyzetek, aspektusok, és nem csak egyféle változat, mert hogyha valamiből csak egyféle változat van, akkor az ember nem tud választani, nem tud szembesülni, és fejlődni sem. Tehát ezekre a változatokra, állapotokra igenis szükség volt. Egy darabig, ugye? Úgy kezdtem el a mai felvételt, hogy egyenlőre. Mert nem lesz ez mindig így. Hiszen tanulók sem vagyunk mindig, bár én azt gondolom, hogy az ember, míg testben van, mindig tanuló. Teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, egy 80 éves is tanuló, mert még ő is testben van. Neki is az isteni minta által kell tanulnia, fejlődnie, és 80 évesen is meg lehet világosodni, és 80 évesen is magváltódhatok, hát hogyha akkor érem el azt a szintet, a tudatszintet, rezgés szintet, és akkor itt beszélni kell a korábbi testetöltésekről is, mert minden egyes testetöltés tulajdonképpen ezt a nemes célt szolgálja, vagyis azt, hogy én alázatos lényé váljak, mert az Isten, az egyetemesség ezt akarja elérni hogy te alázatos legyél, illetve hát azt, hogy mindenki azzá váljon, hogy senki ne legyen anyagelvű, hogy mindenki kilépjen az ego fogva tartottságából. nem rosszul mondom, az ego fogságából, rabságából, hogy ne megmásított minták által működjünk, hanem megérkezve. A megérkezettség ezt jelenti. Hát úgymond magasabb szinteken. Ez a, ez a megérkezettség, szerintem pontosan az, ahol most tartunk. És ahová egy nagyon hosszú út, Kamino által jutottunk el. Azok, akik elindultak, akik nem féltek nagyon sok dologtól megválni, akik vállalták talán az anyagi szegénységet, puritánságot, egyszerűséget, nevezzük, ahogyan szeretnénk, akik áldozatokat mutattak föl, akik azt mutatták meg, hogy ők bármire képesek Isten szeretetéért, vagy a nagy egyetemesség szeretetéért, és azért, hogy itt valamit ők másoknak is tudjanak adni. Talán mindenkinek, a létezésnek, a vanságnak, hogy az én lényem a szolgálatról szóljon, ne önös érdekek által működjek, hogy elősegítsem az itteni fejlődést, a váltást, az átmeneteket, miképpen ugye ez a bolygó halad az ötödik dés dimenzió vagy rendszer felé, amiben már teljesen másfajta viszonyok lesznek. Hát remények szerint ott azért, mert már az aranykori, aranykori mintákat érezni fogjuk, valami ott már meg fog születni, akkor az anyagelvűség biztos, hogy bedől, mert akkor már valószínű, hogy ott kevesebb tanuló lélek lesz, ők már megérkezettek lesznek, és biztos, hogy a szellemi rendet fogják képviselni és a szellemi rend által találják meg a gazdagságukat, és így is fognak gondolkodni, cselekedni, nem megmásítva, és valamilyen szempontból meghazudtolva talán önmagukat. Vagyis biztos, hogy nem így fognak ott működni. Egyébként én azt gondolom, hogy mindennek a hatását kell vizsgálni, hogy Kinek, minek, milyen hatása van a különböző helyzeteknek, szituációknak, jelenségeknek. Hát a Földön nagyon-nagyon sok dolog érvényesül. Mindennek van 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 valamilyen hatása. Ugye minden hat ránk, és ö, szerintem mindig azt kell megnézni, hogy ö, mi az, ami hasznos, mi az, ami által én fejlődök, ami által jobb emberré válok ami által leteszem az egót, vagyis gondolom, hogy valamilyen szempontból válogatni is kell, és ezáltal kell felépíteni az utat. Ami igazából, és főként egy benső út. Egy benső kaminó, amit valamilyen szempontból kívül is járunk, de a legfontosabb a belső átalakulás, a belső metamorfózis, hogy megtisztuljak, és már teljesen máshogyan álljak oda. Hát jó kérdés, hogy hova? Isten elé, az emberek elé, a világ elé, a nagy egyetemesség elé, vagy mindent ide kell venni? Talán most eszembe jutott, hogy hova. A tükör elé. Hogy én már más képet mutassak. Hogy totál lecseréljem azt a bizonyos képet. Szerintem ez a legfontosabb. A tükörkép. Hogy már ne a külső dolgok számítsanak, ne így tekintsek a tükörbe, hanem valahogyan teljesen máshogyan. Hogy hogyan, Hát talán arról tudtam beszélni, mesélni 1028 alkalommal, de még mindig nem jutottunk el a csúcsig, mert még mindig nagyon sok gondolatiságon van. Talán egyre több. Ez azért van így, szerintem, mert mert én is egyre közelebb kerülök, ugye ehhez a mintához. És egyre jobban rájövök arra, hogy ez a közeg, az önvaló, mennyi mindent rejt, mennyi szellemi kincset, adományt, mennyi jóságot, mennyi energiát, amiket igenis szerintem le kell fordítani, és át kell adni, el kell azt mondani, hogy ez a minta milyen. Mert nem véletlenül működik. Nem véletlenül örök a léte. Hát szerintem pontosan azért, hogy mi is rájöhessünk erre, hogy legyen esély. Szerintem a szimbiózisra. Mert én úgy érzem, hogy ez a legfantasztikusabb állapot. És nem csak a földi létezés kapcsán, hanem mindezeken túl, bárhol, magasabb dimenziókban, és akkor is, hogyha nem öltünk testet, ha majd esetleg megüdvözülve létezünk tovább. Természetesen az örökkévalóságban.